Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Hello, hello, hello! Megérkeztünk máma! A www.g2a.com weboldalon rengeteg játékkal találkozhattok, a képernyőn is észre lehet venni, hogy nagyon sok mindenre kedvezmény van, nem csak játékokat, hanem például konzolt is lehet itt vásárolni, a linket megtaláljátok a leírásban. Hunor. Mihály, ha kérdezik a rendőrség, hogy tudsz arra, hogy én magán nyomozok, hogy hasonló, mondasz, hogy igen, be kell védened, mert magán nyomoztam, és azt mondták, ha tőled engedélyt kapok, akkor szabad. Ez így van! Ez így van! Hunor, ne nyomozzon magán! Chat, vagy engedjük magán nyomozni, vagy ne nyomozzon magán. Megfizetem. Ha fizet érte. Hát ez nem jó. Mostantól dolgozzon nekem, nem? Dolgozzon nekem! Csak is akkor! Hát nem engedünk, hát de itt elkallódnak a nyomozó emberek, akkor... Akkor problémás. Mi adjuk ki a feladatot neki? Hello, hello, hello. Én is mindig magának szóztam, az igaz. Ez igaz, ez igaz, ez igaz. Ez igaz, ez igaz. Hát nem tudom, csak... És megoszlanak itt a vélemények. Még várom. Hát az a baj, hogy ugye a fater azt mondta az elején, hogy vele van, nem? Le is lettem cseszve, ja. De, ja. Hát a fater itt volt valami a Hunorral. Akkor is inkognitóba marad, ha mi adjuk neki a parancsokat, Kawasaki. Nem tudom, csak... Nem tudom. Majd beszélj. Egyelőre ennyi. Mit gondolj, jelentős van? Nem kell, mert én vagyok a nyomozó. Főnöknek van, majd elmondom a kérdőt. Mi ez? Sziszi. Igen, nagyon fontos, hogy megbeszéltem ID-val, hogy ne szedje föl, akit kilövünk, igen. Szóval most már így lesz, hogy nem szabad, hogy főszedjék magukat. Ha kinyírjuk, akkor kórházba kell, hogy ébredjenek, igen. Múltkor volt egy kis felháborodás, tudjátok itt a cseten is, és akkor megbeszéltem persze vele, hogy ne legyen ilyen. Úgyhogy ma Jézus megint fejbe kell lőni. Na, cset, nincs felvétel a rendőrség. Nem én vagyok a főnök. Sajnos nem tudom. Jó, menjünk dolgozni akkor, nem? Menjünk dolgozni. Jó, 47-en vagyunk fönt, szuper. Jó napot! Motorra. Nem motort kértünk? Jó. Mondjuk Jézus föltámad, az tök valós. Ja, mondjuk ha ezt így lerpézi. De rossz oldalon áll. Menjünk dolgozni. Jó, de várj, tehát ki vagyok rúgva? De azért lépjünk szolgálatba? Tényleg, hát ugye idézőjelben ki vagyunk rúgva, hogy a faterék azt higgyék, hogy ki vagyunk rúgva. És akkor be kéne épülni oda. Le vagytok maradva a történetek szempontjából. Na, nem jön ide. Ja, cső. Jó napot. Na mi az? Hát, meg kéne beszélni néha egy dolgot. Mi volt múltkor a hangtorzítós? Ugye, írt az SMS-ben, hogy... Te aranyos. Te már nem vagy a rendőrségnél. Hát igen, úgyhogy nehezen tudnának beajánlani. Főleg azért rúgtak ki, mert meg akartam lopni a rendőrséget. Kicsoda, te meg akartad lopni? Kellett volna sürgősen pénz, aztán ki akartam menni a kasszába. Hát elfelejtettem, hogy be van kamerázva a rendőrség, aztán észrevették. Észrevett. Ja. Te életed még veszélyben van? Hát, olyasmiben. Már volt egy nagyobb, kisebb, nagyobb balhém. Igen? Abból kijutottam, elmenekültem. Igen? Nem kiabálok. Illetve azon kívül még volt egy kisebb balhém, de ott azt hiszem én nyertem. Remélem. Azt hiszem én nyertem?
Jó, és most egyedül dolgozó vagy többen? Többen. Jó, kihez tartozol és akkor lehet, hogy csatlakozni. Hát igazából úgy értem, hogy nem egy család vagyunk, hanem ja. Egy ilyen kisebb. Ja, értem. Kisebb, jó, mert el vagyunk még titkolva. Most a faterumot fogunk felkeresni és megkérdezem, hogy mik a lehetőségek. Mihály, nagyon vigyázzon a faterjával. Miért? Tudom, értem, hogy valamiben sántikál, de... Láttam a főpubliknál. Igen, mit csinált? Beszélgetett magáról. Annyit hallottam, hogy kirúgták Mihályt. Igen. Ennyi, ez volt az utolsó szó. Igen. Ezt már ő is nagyon jól tudja. Ebben nincs semmi, hát de kirúgtak. Ez hamar el fog terjedni a városba, úgyhogy hát én nem félek. De Mihály csak annyi pontok, hogyha bármi segítségre van szüksége, esetleg munkaerőre, akkor én állok szolgálatra. Rendben van, akkor tudok is egy munkát adni, jó? Mi a munkát? 1 millió forintot tudok érte fizetni. 1 millió? 1 millió forintot tudok kereken érte fizetni, rendben? Jó, rendben. Jó RP-zik, ügyes kis srác. Mondhatom, mi a meló? Mondhatja. Öljétek meg Jézust. Jézus meg kell ölni. Jézus meg kell ölni, így van. Fejbe kell durváltani. Képet küldjek róla, vagy mit? Hát képet, azzal lenne jó, ha holttestét elém hoznád. Holttestét? Ügyes, tényleg. Végül is megoldható. Jó, azt mondtad, vagytok többen, intézzétek el. Szükségem van a holttestére, jó? Jó, rendben. És mit akarjátok keresztre feszíteni? Nem. Csak lőjétek fejbe. Vagy élve is jó nekem. Élve is jó. Ha nem fizetsz élve is jó, csak el kell fogni. Nem akarom fizetni egy milliót, azt hittem, hogy ez evidens. Tessék? Az a lényeg, hogy el kell fogni Jézust. Az a lényeg, hogy el kell élve vagy holtan, jó? Jó, rendben. Lássam munkához gyömbér fejük. Dolgozok. Viszlát gyömbér. Hát nem leszünk gyömbérnek! De nagyon jó nyomja a srác, nem? Nagyon bírom az ilyen kis srácokat. Nincs egy millió. Tudom, de nem akarunk fizetni, hányszor mondja be! Nem minden úgy van, amit mondok. Na főhívom Faterust. Hello! Szevasz, Tímár! Szevasz, Jézus! Na mi a helyzet? Itt vagyok a Rómaiasság előtt, hallod? A kapitányod behivatott engem, hogy jelentsek. Meg akarja kérdezni tőlem, hogy mi a pálya itt a múltkori díregés meg durrogással, és nincs itt egy értelmes kobak köztetek, hallod? De mi a durrogással? Vagy nem vágom, miről beszélsz most. Mindegy! Na, azt szeretném, hogyha bejönnél, kihallgatnál és fölvennéd a jelentést. Rendben, figyelj, most a faterra találkozok, utána megyek akkor, jó? De ha találsz valakit előbb, akkor nyugodtan add le a jelentést. Tehát hallod, hát milyen emberek vannak már köztetek, hallod? Hát ne haragudjál már. Na, hát van... azt se tudja, hogy melyik bolygón van, hallod? Na, van pár újonc figura, kezeld őket, úgy légy szíves, jó? Hát én legyek a főnökük, hallod? Ezt nagyon szívesen megcsinálom. De tudod, miért nem tudlak kihallgatni, meg miért nem vagyok ott? Nem. Meg kirúgtak. A múltkori lopni akartam a kasszával, azt kirúgtak, úgyhogy nehezen foglak kihallgatni. Jaj, Mihály, engem te nem beszélt, hallod? Hát itt mondják fater, a rendőrök. Most foglak fülvenni. Itt mondják itt a rendőrök, hallod? Itt mondják a rendőrök, hogy még az állományban vagy. Ezt nem tudom elképzelni, mert a főnök engem lebuktattak, hallod? Lebuktattak a fenébe, hallod? Volt itt egy pár rendőr, aki azt mondta, hogy kirúgtak is itt van, most itt egy ilyen fiatal kadét, az meg azt mondja, hogy itt vagy az állományban. Mert a kadét még nem lett tájékoztatva azért, mert a kadétok nem mindent tudnak. Most itt vagyok faternál, az fő fog venni a fater hozzátok. Mi a picsa? Kaptam egy kulcsot. Úgyhogy most éppen itt állok az ajtó előtt, mennék föl a fater irodájára, itt vagyok a szigeten, fő fog venni hozzátok, úgyhogy egy csapatba fogunk nyomulni. Hallod, mondd meg a faternak, hogy élete a leghülyebb döntését fogja most hát, meghozni. Hát figyelj, nem biztos, hogy fővesz, lehet, hogy csak melót ad, majd meglátjuk. Na hát ez legyre érdekesebb. Na mindegy, én itt várlak a rómaiasság előtt. Hát figyelj, én kihallgatást nem vehetek fel, úgyhogy valakit ottan kapjál el, aztán add le a kihallgatást. Ebben nem tudok segíteni neked. Jó, akkor Mihály, akkor ma megoldom magam. Jó van, Jézus, vigyázz magadra, és hogyha már egy csapat leszünk, akkor bízhatsz bennem, jó? Nagyon remélem, oké, rendben na, van. Cső, Jézus, cső. Hello! Hú, remélem nem akad itt. Szevasz, pater, szevasz. Most mint?
Jó vagyok, köszönöm szépen attól függetlenül, hogy majdnem lecsuktak, nem csak kirúgtak. Hát akkor nagyon szuper, hogy nem csuktak le. Mondjuk ki tudtunk volna hozni, szóval nem. Persze, meg tudod, még eszembe van a titkos alagút is, úgyhogy nem jártak volna túl az eszemen. Beszeretnék mutatni neked egy embert. Gyere ide, farkas! Ja, meg itt van Mario is, pihízik most még. Bárcsak ő hiányzik. Hello, farkas. Pivabba. Hát te igaz, hogy állandó felkértettek. Jó, te ott fekszel, észre sem vettelek. Hogy ott hát fekszel. Ki eszik? Észre sem vettem, hogy ott fekszik. Én vagyok a Steamer. Amúgy mi történt veled, fiam? Voltam fodrásznál, meg szakál, borbélyházban voltam, vagy bordélyházban, melyik az? Az igen, akkor van pizlóvej, Robi. Ja, csak a te pénzed nincs még meg, de nem baj. Hát mi az, hogy nem baj? Baj, csak van egy nagy probléma, emlékeztek, hogy múltkor meg kellett volna loptom a rendőrséget. Ugye? Igen. Nálam volt a pénz, csak aztán a kamera felvételek lebuktattak, nem sikerült kikapcsolom a felvételeket. Hát örülhetek, hogy nem csuktak le a pénzt, azt elvették, és azonnali hatállyal felfüggesztettek a rendőrséget, illetve el is bocsájtottak. Kirúgtak a rendőrséget? Hát, ez hihetetlen. Ja. Úgyhogy jöttem is ide Faterushoz, hogy hát ha van pénzkeresési lehetőség, mert már tököm ki van, hogy 79 ezer forintom van a számlán és 10 ezer a zsebembe. Várjabban. A gond várjabban. Még egyszer, várjabban. Most azért jött ide a faterkához, hogy pénzt kérjél? Nem, hanem hogy dolgozzak neki, és pénzt tudjak szerezni. Hát így dolgozni akarsz? Hát eddig akkor miért nem voltál itt? Hát mert rendőr voltam, és meg volt kötve a kezem. Ja, azt amikor ilyenkor kirúgnak, mert lopsz állandó jelleggel mindenkit, meg hazugsz, csalsz le a maffia, akkor meg már jól itt a otthon bellege, ugye? Hát jó, meleg van, igen, az igaz. Hát na jó, van, nem tudom. Hát akkor beszélj a fatérről. Jó, de hát én azt mondtam neki, hogy adok munkát. Fater, mondtad, hogy a farkas be akarod mutatni, egy új embered? Igen, ő az. Várjál, hív, ez kolléga. Farkas, ilyen, és farkas, te? Mutat közben? Bésen. Ja, Jézuskám. Előjöttem a éjszakából, tudja. Már eddig bujkáltál, farkas? Persze. Megijedt a medveit. Pont a rendőrség elő, persze. Jó, van farkas, de itt legyűzítsé. Miért ne? Elkezdesz itt gyűzíteni éjszakánként, felrúdoslak. Úgy sincsen már fület, hagyjál már. Köszi, erős Gergő, dobja hát, gyímhártyára a két dedikáló kártya. És akkor te leszel a bal keze a faternak? Mert a Nero a jobb keze. Milyen Nero? És Mário, bocsát. Na majdnem ugyanaz. Mário. Nem Nero, milyen Nero? Ki az a Nero? Jó, hasonló, ilyen Nero fejed van. A típus értegetél? Nem, ő a császár volt, aki főgyújtotta Rómát, nem emlékszel? Hát nem tudom, hat osztálya, hát én nem tudom, ja, hogy kérekedni. De hogyha ilyen római hat izé osztálya. Van, nagy csákó, akkor az vagyok, akkor jó van. Ja, szeretett tüzeskedni. Na, hát látod, itt is ott a tűz, minden. És hol vannak a többiek? Dolgoznak? A Jézus, az előbb beszéltem, azt, hogy valami kihallgatásom van a rendőrség. Hát mondom, én már nem tudom kihallgatni, úgyhogy rám várhat. Te bontod rendőrségem, vagy ott Jézus? Ott valami jelentést akar leadni valami lövődözésről. Tényk. Ja. Az koboly. Az figyelj már, azt meg nagyon bekurcoltak, mikor elkaptak meg ilyet. Hát igen. 10 évre indult, aztán kaptam 2 év felfüggesztettet, egy 10 évig nem is állhatok újra, szóval a közügyektől való eltiltást kaptam. Jaj, az igen. Persze. Meg ugye a pénzt azt természetesen elkobozták. Mennyi volt állod abból, csak úgy kiváltiságból tudod? Hát ugye mondtátok, hogy 2 millióval tartasztom neked, és hogy többet is hozhatok. 15 millió volt nálam. Picsoda? Ja, meg akartalak lepni, látod? És akkor ez lett a vége. Jaj, hallod? Ezt 15 millióval kaptak én? Hallom. Apró pénz.
Há jó, nektek apró pénz, de hát nekem nincs. Hát mondom, 79 ezerről a számlában. Hát azért tudtam. Jó, erről jut eszembe, Fatterusz! Hát hova tűnt a házamból az 1 millió forint? Hát tőle kérdezd. Te vetted ki, Mário! Igen? Hát te mi vetted ki, nem is szóltál? Mi van, ha az az életem utolsó pénzösszege? Halljak éhen? Az előbb mondtad van 75 ezeret, de... Hát van igen annyi, 79 ezeret. Hát akkor az utolsó szvér összeget, vagy hát, mit mondtam. Jaj, azt is a kocsiba találtam. Figyelj, de... Na hát így jártál, én megmondtam neked, hogy ez lesz a vége. Hát, örüljél neki, hogy a tévét nem hoztam el, pedig szerettem vele. Jó, az ott van, azt láttam, nem loptad el. Na, látod, de csak azért, mert lusta voltam leszedni. Hát nem is tudom, szerintem te fogadjuk, hogy te dűböleztette fel, mi? Te raktad fel, igaz? Igen. Hát elég hülyén volt, mert így mondom, mikor a pozvás egy úlok, az egész lámpa kiszakad. Hát így dűbölezni valamit komolyan mondom. Oh, ez a farkas. Na, jössz már farkas. Ez komoly, komoly csáva ez a farkas. Vagány. Hát ez nagyon, vigyázz. Jaj, van számodra. Kis Mihály, kis munka. Jó, persze, állok elébe neki. Na, ezzel bebizonyítod, hogy tényleg a faternak akarsz dolgozni, meg hogy megbízható vagy. Rendben. Ha ellenkező eset lesz, akkor mész a Párdusz mellé, úgyhogy... Jó, bezártok oda, jó. Ezt, jó, hát igen. Meg még pár párducok. És farkas lesz a segítségedre. Nagy, de nagy lett a csönd. Na, jó. Rendben. Csak egy kicsit gondolkozok azon, hogy hogy is kell ezt csinálni, mert nem tudom. Ó, farkas megmutatja. Papa, most segítünk. Ne fogod csinálni attól függetlenül. Ki kell rabolnom egy cset, ezt meg kell csinálni, nem? Farkas, én állok elébe. Ha segítesz megcsinálni, akkor megcsináljuk. Na. Nehéz lesz! Na, hát akkor jó volt. Na, akkor álljunk neki, menjetek szépen, mert... Nem munka van, srácok. Rendben. Nyomjuk. Na, jó volt. Mi is menjünk. Mario, menjünk. Jobb, mint egy rendőrt kellene ölni, igen. Ezt majd meg a cégeket. És felszította itt a gyűlöletet. Mondom én neked, drága Mihály, hogy engedj utat a sátánnak, hadd beszéljen! Hadd hát sátán szavain, és felelj kérdésemre! Te sátán, aki megszállta eme lelket, vagy meg őszintén, mit célod ezzel a legénnyel? Mi volt ez? Hát a megkávítettség. Jön ki belőle a démon. Na szóval, akkor vagy meg őszintén, sátán, miért küldted közénk ezt a Mihályt? Miért küldted közénk? Ihe. Most nekem kéne válaszolnom? Mit célod ezzel a legénnyel? Ja, még nem hallok semmit. Ilyen bajom már, nem hallom. Ja, nekem kéne mondanom? Köszönöm. Te benned lakozom sátánnak. Ja, várjátok, mert most fog előjönni. Érzem! Igen, mi van itt? Érzem! Dominus! Pénz! Hatalom! Elismerés! Pénz és hatalom és elismerés! Hol marad a bajtársiasság? A becsület, a szeretet! Az édesapám iránti tisztelet! Megtisztítalak én, itt nem a szent állat vérével és bőrével. In nominus Dominus est vol viscum tu. Ezt meg kell lennem! Megám a véres út,
És ha fölök lendezed, akkor a sátán is kiök lendezed. Sátát is kiök lendezed! Meg kell lenni az egészet. Bizonyára. Fúj, de zundorító! Egyet hát. Veszem, fúj! Majd ha fölfele jön, akkor lesz a jó. Távozz tőle és hagyjál ezt a testet! Távozz vissza a pokolba! Távozz vissza a pokolba! Én vagyok Lucifer! A nagy fenét vagy a Lucifer, hallgatlak a motoromon! Hát nem mondjad már! Távozz tőle! Oh, megvilágosodtam, te jó ég, bejön a fény! Láttam a fényt, Jézus! Nagyszerű, akkor most meg magad a Jordán folyóba, tedd föl a kezed, legyél olyan, mint a villámhárító! A belé csak a villám... Elsodort az ár. Elsodort az ár! Elsodort az ár! Na, most már megtisztult a drága mihája. Köszönöm szépen Jézus, hát nem volt még ilyen élményben részem. A szívemben érzem, hogy valami jó. Jót érzek, nem tudom elmondani, hogy jó. Jó! Nagyszerű! Ez nem tudom megemészteni. Most már közénk tartozhat? Ezt nem tudom megemészteni. Hát. Na, Mihály érzel valami változat? Jót érzek! Valami nagyon jó! El se tudom mondani. Megkönnyebb bűtés? Igen. Könnyebb lett, vagy 20 centivel oda lett, halljátok a hideg víztől. Hát az biztos. Ájdi, még valami. Mihály mondta nekem telefonban, hogy nagyon szeretném velem egyezni, mert ki akar. Azt le kell játszani, igen. Azt le kell játszani. Erőpróba, férfiasság próba, értem. Jó, de sima pisztollyal jöhetsz csak. Adjál Fater Paintball puskát, adjál és akkor lejátszunk. Tényleg? Tényleg ki onnan, hallod? Neked árt a tiszta víz! Menjünk, mert megfáztunk! Nyertem! Nyertem! Ilyesik! Ilyen gyorsan si nyertem még! Hát, én nyertem! Nyertem! De nem volt rajt. Ki kell szállnunk. Csalt. Nem csaltam! Hol vissza a fegyveremet te? Ja, most csak vissza a fegyveremet, hogy fogom most már. Jó, szép volt. Százas. Miért tartsoltál kitik arra, hogy jöttek? Mi az, hogy én voltam? Óriási győzelem. Szekint csókja! Ezt a múltkor jé! Jó van. Mert ahova megyünk már ide, mert hót víz vagyok, ha tényleg folyok. Bemelegítselek. Bente, bemelegítsen fel a sírásom. Nem mondtuk, hogy mikor indul. Szegény Joker! Szegény, ne haragudj Joker. Bocsi csend, de muszáj volt. A múltkori hasbalövés miatt, mert azt hallgattuk egy hétig. Utko ő gyert. Jaj, csak már fáj a szám, ez a mai nap óriási. Most mi a terv? Te mit csinálsz, Wolf? Én sem. Miska?
fel kell éget az ösvényt. Ja, értem. Szeretnél feléd, hogy a második tisztító tűzá... általában halálos. Ja, értem, és akkor eszik meg az embert, ugye? Igen, igen. Jó. Kedves Mihály. Igen, Faterusz. Figyelj, se szólaltak meg! A következő napra. Rendben. Majd. Holnap után jövök, Faterusz. Rendben. Azt ugye tudod, Mihály? Azt ugye tudod, Mihály? Hogy a... Szia Domcsó, köszi a támogatást. Érted? Föl kell égetni a hidakat maga mögött. De egyértelmű. Egyértelmű. Föl kell égetni a hidakat maga mögött. Ami annyit tesz, hogy meg kell merényelned a rómaiságot. Ez el kell hagynod. De ne, nem beszélj már ilyen rébuszokba, vagy micsodákba, vagy mondd már ki, mit akarsz, de nem értem. Hát mi? Hozz nekünk egy rendőrt, tölj meg egy rendőrt. Jó. Föl kell égetned, vagy felőlem akár, föl is robbanhatod az egész idék kaszárnyát. Hát egyedi, amíg ti se tudjátok megtenni, nem hogy én. Hogy és azért, az attól függetlenül, hogy én most rossz ember lettem idézőjelbe, érted? Mert a szívem a helyén van attól függetlenül, mert szeretlek téged, tisztellek téged. De az, hogy a volt kollégáimat nyírjam ki, ezt nem kérheted tőlem. Hát a hidakat föl kell égetni. Most, a tesztet most csináltam meg, raboltam egy boltot, én törtem fel, elhoztam a pénzt, elmenekültem a rendőrökkel. Az csak az első teszt volt, ja, fiam. Több volt, az csak az első. Holnap után is. Ahogy te, csak sokat kell bizonyítsál, hogy megbízzuk benned 100%-osan. Értem, Nero császár, értem. Addig, még azt mondja nekem a Nero császár. Na mi? Na csak a papírlevel hiányzik, aztán a paplevest megette hozzá. Ahogy te. A papírt kosszorú, tudod? Figyelj, már ide volt. Össze fogjuk akasztani a bajszunkat. Ha már úgy is ide tartozol. Majd még látod. Igen, atyám. Hát fésze. Ja, ki kérdezi? Bocsát. Én az atya. Atya, mondja a atyám. A Piócs az Atlék nevében gyámed. Ha már így úgyis köztünk vagy, akkor a régi kollégáidat kihatod. Van neked... Kéne legyen neked egy olyan kollégád, aki... civil... civilbe Pityu néven fut. Pityu néven? Igen. Nem ismered. Igen. Tájszólásos és információkat tud Jézusról, és ő akarja megmerényelni. Merényletet terveznek ellened, Jézus? Igen, 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 és van neki egy barátja, a Roland, aki nekem ezt mindent elárul. Nem bárul. Hogy ez a Pityu merényletet készül ellenem tenni. Érdekes. Jó, hát utána járok, mert én nem vágom most ezt, tényleg. Hallod? Jézus, akarom igen? kérdezni, hogy most, ha teljes körű tag leszek, benézhetek végre oda abba a hátsó részbe? Annyira érdekel engem, hogy hihetetlen. Jaj, hát fosztasztok. Drága Mihály, én most megfordulok, előre hajolok, és oda benézhet. Mi a lukadba? Hát? A felkent pap vagy? Bizony. A hunor, a pista? Oda csak a sekrestjében csak a papok járhatnak be. Igen. A... Ja, a kisrác, tényleg! Akit főbéreltünk. Jó. Vagy pedig levágod a férfiasságodat, és akkor mész te is apátának, mint a áfonya nővér. Azok Jézus. Miért ő a pálca? Igen. Hölgyem, önt hogy hívják? Áfonya nővér. Áfonya nővér? Miért áfonya nővér? Mert szép kékbe járkál mindig. És olyan, mint egy érett áfonya, tudod? Még egyet kérdez ellenüknek. Jó, elnézést. Jó, nem kérdezek. A gyömbér, tényleg. Nem ennyi. Tudom, hogy ilyen kemény az áfonya nővér. Eljárok kezdve, hallod? Eljárok kezdve, én már éreztem, nem egyszer. Rendben. Akkor, Faterusz, holnap jó, után... Jó, vagy kétszer véletlen volt. Holnap után jövök, várom a feladatot, valaki visszavisz a városba? Aludni. Vissza. Gyere, vissza. Köszönöm a megtisztulást, köszönöm szépen Wolf a mai napot, és Nero császárnak is, és az atyának is, és az áfonya lekvárnak is, és az olasznak is, és a Jézusnak is. Miért áfonya lekvár? Én ezért megkofoztam, hallod? De mit tartozok? Hát amit te adtál, nem... Nekem már jó. Jó, neki, de amit te részedet nem akarod neki odaadni, vagy neked kikek? Áú! Sziállata! Bocsánat, áfonya! Gyere, van Mihály, várjál már. Köszi, mosó, Maci! Óva itt tettelek, óva figyelmetek! De mi már? Hát áfonya! Faterre, te biztosan futsz!
Szedd a lábad, mindig... szedd a lábad, öreg! Ó, már mindig kinevetnek, hogy fős sétálok, most már... Aztán kocogni most már. Te ki be van tojva, apa! Mihály, várjál már egy kicsit. Öregszek! Adjam már oda ezt. Ott van oda, légy szíves. Figyelj már, én is megdolgoztam érte. Persze. Jó, királyom, köszönöm. Egy fog, tesszétek meg! Elolvad a fagyja a kezébe. Bírod apa vagy? Segítsek! Bírom. Jó. Úgy, hát ez a mai nap ez óriási volt. Annyira még nem regubálsak a lábai. Eriknek meg kell írnunk, hogy Eriket föl kell hívnunk, szerintem. Úgy fönn van-e még. Egy rendőr van! Az is én vagyok! Egy rendőr van! Micsoda? Ülj be a pad mellé! Köszi. Majd Eriket akkor föl kell keresnem. Vagy nincsenek szoliban. Hagyj kibagassa meg a tobjaidat. Köszi Renato Kristóf! Mit csinálsz, Nero? Mario, hát most nem te ülsz itt mellettem. A Dick most a titkomat elmondtott? Hazavisznek. Jó, most ezt át kell gondolni, hogy hogy csináljuk a továbbiakban. Ja. Nem ölhetek meg egy rendőrt. Hát amúgy de. Nem ölhetek meg a rendőrt. Mit csinálsz? Otba! Normális vagy? A tisztannak az a pad. Jaj, de most Mario, ezt most még kell elmondani? Hát... Ah, hát, nem megyek át illegálban, maradok legális. Voltam személyzetem, aztán azt mondták, lesz hogy... majd live a rendőrfőnök tapfelvétel. Jó, persze most... Azt mondták, hogy elveszik a jogosítványomat, mert gondolom, tudni fogják, hogy épp beépültem, de így szépen. Nem látok olyan jó, hogy minden. Vették a jogosítványom, de hamusítottam egyet. A jogosítványom, csak valahogy... Vagy beöltöztetünk valakit. A gyömbért! Azt mondtam Mario, hogy ő lesz a sofőröm. A gyömbért beöltöztetek és lelőjük. Milyen jó pénzért törülhetsz, hogy ilyen autót vezethetsz. Hagyja abban a hülyeségettél. Hallod Nero is, de 6 osztályt végeztél? Hát de belég, meg tudom számolni a lóvét, azt te egyébként a másik mit kérdez. 6-ot? Azt mondta nekem 6-ot. Nekem azt mondta, hogy 4-et végez, 2-t megbukott. Most... Mindenben beleszólsz, komolyan mondom. Hát az 6, nem? A pörkölt kávézóba kéne mennem még. De így van, igazad van, igazad van. Köszönöm szépen a fuvart. Jók legyetek, köszönöm a mai napot. Jó van, akkor holnap után találkozunk. Tali, csá. Na, jó van. Gyere, ülj már, jó vagy fogyasson. A rendőrök tudják, hogy én mit csinálok. Jó, gyűlök, hagyja abban, nem tud is, hogy abban a autó jelenként. Üljél már velem. Na jó van, de ott ülök, da. Jó. Hé, várjál. Na. Wolf. Hol a pénzem? Körülött elindulunk. Hát, a 300 ezer. De... De már de... Jó, várjatok. Nem megyünk keresztem. Fiam, gyere már ide. Megyek aludni. Van nálad egy kis... Halló. Figyelj, hogy a Miska gyerek. Ez nagyon csúnya dolog volt, igaz tudod? Hát nem. Azt hittem, hogy a sportszerűség az itt nem játszik. Aha, jó, oké, nem baj. Kicsit most... Hát... Csalódtam benne, nem baj. Hiába ott lesz az ID, hiába ott lesz a Mario. Meg fogod téged ölni. Mi? Hát de egy csak... Ez még jó lesz. Most van, nagy harcok vannak itt egymás ellen. Na menjünk ki chat. Most ne, a fater nem tud bejönni. Vagy tényleg azt hitte, hogy elmegy... Jó salvás volt. Na mihaj. Hello! Épettünk. Hello! Az igen, van nálad még pénzem? Ja, csak bementem megnézni, hogy minden ebben van-e össze... El van-e mosogatva. Adom. Akkor add át. Adjad. Ezek így állatok.
tessék. Jó. De Wolf akart esni. Ja, és fölhívott a bárdosi, hogy meg fog ölni, és nem érdekli, hogy te meg már jót vagy. Aha. Wolf, 300 ezeret adtál, kérek jön oda? Pontosan. Jól van. Na, szia, fiam, jó éjszakát. Hello, jó ét. Hamarosan találkozunk. Rendben. Na, jó ét, mennek el az embereim. Hol a fater volt cseh? Még itt világított meg mi? Utomozós minket! Magának mi van más hangja? Tényleg? Mi az? Mi van Gyömbér? Gyömbér! Gyömbér, te vagy rúgva! Gyömbér! Mit itt a Gyömbér? Várj, nem jó valami a hangomba! Hát az így, jó van, na, folytassuk a beszélgetést! Na, gyere már! Gyömbér nem tudja, mikor van bekapcsolva! Hoppát a lábos már jobb lesz! Na, most... Na, először is! Csalódtam, fiam! Bevoltak a kózba, na igen! Akkor józan odjál ki gyorsan, na! Hol van józan az? Na, először is, nem vagyok Schwarzenegger, kettő, pedig nem tudom, Honor mennyit mesélt magának, kedves Timmer Mihály. Semmit? Semmit sem mesélte neki? Ó. Akkor bemutassalak neki? Jó, hát akkor akkor mondjad. Szóval, kedves Timár Mihály, ő a barátom, nem a Schwarzenegger, hanem csak Arnold. Oké. Okay. Egy külsős nyomozóról van szó. Igen. És tapasztalatban mondom, egész jó a nyomozásban. Igen. És akkor Arnold, te már mondd a többit szerintem. Igazándiból rossz fiúk után kutagodok, nyomozkodok. Ilyesmi, és már van egy sokkal több információm, csak nem is tudom, hogy a rendőrség mennyit tud ezekről. Aha, aha. És hát... a telefonomban fel van jegyzettelve minden. Figyelj, a Hunornak tudod ezt átadni, mert én már nem vagyok sajnos rendőr, vagy besítesz és a rendőrségre. És kimondod, hogy mi azt nem tudom, de figyelj, Schwarzi, ha le akarod adni, besítesz a rendőrségre, leadod, de ha nem, akkor... akkor ezt sajnos úgy kell intézni, hogy mindenkinek jó legyen. Nem tudom, hogy mi a célod a nyomozással kapcsolatban. Igazándiból a rendőrséget úgymond akarom segíteni a munkájukat, meg... De úgy, hogy akarsz csatlakozni is, vagy nem? Felmerült bennem a kérdés, meg a Honor is kérdezett tőlem, hogy rendőr szeretnék lenni, vagy sem. Én inkább ilyen külső szeretnék lenni, tehát nem akarok... Nem szeretnék tartozni a rendőrséghez. Így adom mindig a információt a Honor barátomnak. Értem. Jó napokat! Szevasz Bárdosi! Jó napot! Szevasz Bárdosi! Dobjátok le fel egyszer a kezeteket, jó? Jaj, mama! Dobjátok fel a kezeteket, halló! Jön gyors! Édi! Te, hogy megyek! Halló! Hát de én mit csináltam, fiúk? Hát így beszélgetek velük csak! Dobjátok fel a kezed! 6043! Az ajtóban mi van a hátsóval? Jobb hátsó ajtóval? Fogban, bufad, mindjárt meghalunk! Nem. Ki mi ez, de... Bárdosi? Most mi van? Maradjam a csöndbe. Aaa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 a
Nem tudjuk fel a házat. Áó, ez fájt. Én senkit nem írtam, fiú. Most ez mi? Minden szüraim. Na szóval most mindenki szépen odaáll a falhoz, jó? Aki már telefonozom, hogy rádiózik, kapja a hedit, jó? Nem fog most a szorot ezért. De most mi van Bárdosival? Jó van, bocsánat, már nyugodjam már meg. Nyugi, nyugi srácok, nyugi, nem lesz baj. Nem tudom mit akarnak. Gyors idejök az úrhoz. Előbb gyors köpözőt, összekötözöm a két kezét. De most kérem, ne erősen urok. Mint úgy itt kiköltésben leveszem itt róla a maszkot. Elsősorban levettem a maszkot. Tessék? Igen, hátrahúzom jobb is bal kezét. Tisztelettem. Nem van. Szevasz volt! Ha mi folyik itt? Néro! Na, már vizet falhoz fordul, vagy csak sem mondom még egyszer. Hát én tőle kicsit az áram, mert uram. Hát szoros. Várjál, mert te azóta csörgettel. Te.
Figyeljetek majd, ez a csávó ki ez itt előttem, értek tőlük meg? Hunor vagyok. Milyen Hunor vagy? Herceg Hunor, tiszteletem. Figyelj majd, de most ez kicsit érdekes, mert Mihály elméletileg van nem rendőr. Amit bárom én ő rendőr, helyett. Ha most mondtam el neki, hogy nem vagyok rendőr. Ki mondta, hogy rendőr vagyok? Az ugyanúgy majd. Jön a rendőrség. Az nem baj. De most mi bántok, én nem csináltam semmit. Jönnek a rendőrök. Te, hogy jönnek a rendőrök. Nem csináltam semmit. Állj vissza. Kattintsuk be az autóba, és akkor vigyük innen, nem? Hát fiúk, nem is tudtunk szólni a rendőröknek. Várjál már, mert már idő van. Mihály megy aludni. Szerencséd van. Lassan, de mondjad. Még van idő. Menj aludni. Még van idő, mondjad. Megy aludni, mi hagyhatjuk. Mi? Hát most mondom, hogy van idő. Ne, hát 15 perc van. Nem húzlak tovább, jó? De húzhatsz. Biztos? Biztos, nyomjuk. De akkor gyere velem, jó? Megyek veled. De maradjál már csöndben. Jó, gyere már velem. Nem, ne bántsátok ezeket az embereket, nem ártottok senkinek. Szállj be. Elviszik, jó? Kimeket itt csinálják itt. Jósan, oda nyúlom. Összekötöm két kezét. Bekötöm a biztonságévé. Figyelj már, mi az a helyzet, itt te nem voltál fel. De most miért? Mert most beszélgettek, a Hunor idejött, mondtam neki, hogy már nem vagyok rendőr, meg idejött ez a két csávó, és azt mondják, hogy magánnyomozó. Hát nektek akartam átadni az információt ezekkel kapcsolatba. Hát most találkoztam velük. Elkaptad, mit szólsz az erős? Hát nem örülök, mert nem tudom, hogy mi van. Hú, te jó ég itt is. Látod ezt az embert? Látom, igen, ki ez? Feri, jó vagy, tesikém? Jó vagyok. Feri, jó vagy? Mi a baj, papi? Gyertek. És egyből valahogy meg sem is ültem. Jaj, ilyen makondozott. Nem rontó, hát csak oda jöttek a házhoz beszélgetni, meg a Hunornak is azt mondtam, hogy nem vagyok rendőr. Fájdalomcsillapító. Ebből nem bukhatunk le. Ahogy látom, fatar, hogy ilyen. Gyere a kocsiba. Nem tudom, mi lesz. De van megint tizé, baj van. Ez kérdik. Az izéni ID-t van mögöttünk, szóval. Lőni kell, hogy mi? Papi, a kupolának Kali. Hunor mondta, hogy Kali. Tényleg, a Hunor mondta, hogy Kali. De én mondtam, neki mondtam, hogy nem szivároghatott ki úgy, hogy én rendőr vagyok. Jó, nem miért? Köszönjük, hogy itt vagytok ti. Jó volt. Jó volt a két pofon. Várjon, rövök. Nem tudom lelőni, meg vagyok kötözve. Ugye akkor figyelni kell, hogy le van RP-zva, hogy meg vagyok kötözve. Igen. Ja, bocsánat. Ki kell nyitnod. Kikötözöm a biztonságérvét, eloldozom, szállják ki. Jó, oké. Figyelj már, Mihály, az a helyzet, hogy ottan, a srác úgymond kicsit elmagyarázták, mi a helyzet. Szóval én is el szeretném neked magyarázni, hogy mi a helyzet. Hol? Hol magyarázták el? Ott a víznél. Ja, a víznél, oké, igen. Figyelj, ne haragudj, szóval... hogy az paintball puska volt, a fater adta. Azt ő adta nekem, az nem éles lőfegyver volt. Hát... A fater adta a kezembe, ő meg is, alá is tudja támasztani, hogy ő adta oda. Gyere velem, Mihály, jó? Rendben. Ez is még mond puska, ami a kezedben van. Ez nem? Szokásos kupolacset. Ki a Feri amúgy? Milyen Feri itt hát a mögött? Ki a... A szádba veri. Ezt nem tudtam. Jött. Add ide az ujjadat, jó? Az ujjamat? Nyújtsd ki az ujjadat. Igen, nyújtsd ki az ujjadat. Tessék az ujjam.
Úgy maradjon csak... Nehogy elönt az ujjamat! Nem lehet ilyen... Ááá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 
a sportszerűség, az hol van? Kér! Jaj, te sem voltál mutkó sportszerű, neked szabad mindent! Milyen sportszerű? Hát te lőttél, ott előtted a kerekemet, kilőtted, és azt a faternak el sem mondtad, hogy elindultam a kamionnal, azt kilőtted a kerekemet. Te mindig megúszod. Ezt nem mondod el. Már megint kisgyerek, Mihály. Bakker az ujjam. Ezt nem hiszem. Jó, ez... Most elengedlek. Ez jó lesz. Hittem a kapom a dolgokat. Most elengedlek tégedet. De... Legközelebb, hogyha még egyszer ilyet csinálsz. Nem, kvittek vagyunk. Jó? Viszlát. Hello. Sziasztok, szia Feri! Ja, Hello! Hello!